December 1 -e az éjsz küzdelem világnapja, bár az elmúlt évek figyelme a koronavírus felé fordult, ma is emberek 10 milliói hordozzák az éjszet okozó hívvírust. A betegséget 1981-ben fedezték fel az amerikai Egyesült Államokban, az éjszet okozó hívvírust pedig 1985-ben izolálták. Magyarországon ekkor diagnosztizálták az első HIV fertőzöttet. A világnappal a WHO 1988 óta a betegség ellen hívja fel a figyelmet. Ezzel a témával folytatja Stefán Zoltán és vendége. A Délpesti Centrum Kórház infektológus főorvos, a Szlávik János a vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Na, ahogyan ez el is hangzott a felvezetőben, hogy az elmúlt években mindenki a koronavírus járványra figyelt, de így is emberek 10 milliói hordozzák az éjszet okozó HIV vírust. A járvány itt van, eh, pontosabban a vírus itt van, és a világban többfelé járványosan is terjed. Magyarország mennyire számít fertőzött területnek? Magyarország az utóbbi évtizedekben egy alacsonyan fertőzött országnak számít, de nem szabad azt elfelejteni, hogy ettől még minden évben nő a HIV-vírussal élők száma a hazánkban is. Csak ez a növekedés egyrészt stabil, másrészt rendkívül alacsony számú. Viszont hál' Istennek nagyon kevesen halnak meg a betegségben, tehát mindenképpen egy növekvő populációról van szó. Az új fertőzöttek tekintetében a nem vagy korszerinti szerinti eloszlás az változott, vagy változik? Nálunk jellemzően a férfiak között terjed a betegség, az intravénás drogosok között gyakorlatilag nincs fertőzött, viszont a fertőzött hölgyeknek az aránya ha lassan is, de emelkedik. Ami felhívja a figyelmet arra, hogy ez a betegség nem csak a férfiak között terjed, hanem igen, itt számolni kell azzal, hogy időnként hölgyek is megfertőződnek, akiknél nagyon nehéz a betegséget diagnosztizálni, hiszen Magyarországon az nem, hogy is mondjam, ez ritka dolog, hogy erre gondolnak az orvosok, és nehezen és lassan diagnosztizálják. Arról lehet olvasni, hogy amikor a tüneteket észleli magán valaki, akkor általában autoimmunbetegségre gondol mindenki először, nagyon keveset merül fel a hívfertőzés gyanúja ez egy nehezen diagnosztizálható betegség, különleges korképekkel jár, megfoghatatlan, ezért fordul elő, hogy igen gyakran autoimmun betegségnek diagnosztizálják. Sajnos a betegség vége felé már nagyon súlyos daganatok és fertőzések alakulnak ki, amit sokszor nem tudunk meggyógyítani. Ezért mondjuk azt, hogy a szűrés a lényeg, a szűrés a fontos, tehát amikor már a tünetek jelentkeznek, akkor gyakran késő a hívfertőzöttségről beszélünk, de hát említette, hogy a végén daganatok alakulnak ki, tehát a hívfertőzéstől hogyan jut el valaki oda, hogy éces legyen? Ez egy lassú folyamat. Tehát a megfertőződéstől 5-10 vagy 15 év is eltelik, mire az illetőnek az immunrendszere olyan mértékben romlik, hogy már éjsz betegnek hívjuk. Ilyenkor már a gyógyszeres kezelés sem segít. Tehát a szűrés a lényeg. A szűrés a fertőződést követő néhány héttől kezdve lehet fontos, hiszen a teszt pozitív marad az illetőnek az élete végén még akkor is, hogyha gyógyszeres kezelésben részesül. A szűrés fontosságáról beszél, és ezt valamennyi járványosan terjedő betegséggel kapcsolatban hangsúlyozzák az orvosok, és beszélt arról is, hogy egyre több hölgynél fedezik fel. Óhatatlan, hogy az édesanyák szerepe, itt beszéljünk erről, hogy azok az édesanyák, akik például tudnak a betegségükről, ők tudnak egy gyermeket vállalni, hogyan zajlik ez a folyamat, illetve az is egy érdekes kérdés, hogy Magyarországon nem kötelező az állapotos hölgyeknek a hívszűrése. Ez miért lenne fontos? Azok az édesanyák, akik tudnak a fertőzésükről és gyógyszert szednek, ők egészen biztosan lehetnek abban, hogy a következő gyerekük is vírusmentes lesz, hiszen 99%-ban ők teljesen egészséges gyereket szülhetnek, és miután ők is szedik a gyógyszert, fel tudják nevelni ezt a gyermeket. Azok, akik erről nem tudnak, nagyon ritkán Magyarországon évente egy, maximum két alkalommal előfordulhat egy olyan helyzet, hogy a gyermekről derül ki a hívfertőzés, és az édesanyja utána tudja meg, hogy ő is hordozza a vírust. Ilyenkor nagyon nehéz helyzetben vagyunk, hiszen a gyermeket azért nehéz kezelni. Ez szolgálná megelőzni a terhesek kötelező szűrése. Azokban az országokban, ahol több fertőzött hölgy van, kötelezővé teszik a terhesek szűrését, és hasonlóan más fertőző betegségekhez a terhesség elején szűrik őket, és amennyiben kiderül, hogy vírushordozók, gyógyszeres kezelésben részesülnek, és mind a gyermek természetesen teljesen egészséges lesz. A gyógyszeres kezelés mellett és a megfelelő terápiával milyen életminőség érhető el ma már? Ma már tökéletes. Tehát ma már ezeknek a korszerű gyógyszereknek nincsenek olyan mellékhatásai, mint a 90-es években megtalálható gyógyszereknek. Szinte teljesen normális egészséges életet lehet élni. Annyi megszorítással, hogy ezt nem lehet elfelejteni. Tehát ezt a gyógyszeres kezelést rendkívül folyamatosan, rendkívül szigorúan és kontrolláltan kell végezni, hiszen néhány tablettának az elfelejtése az egész kezelésnek a kudarcát jelentheti. A WHO, azaz, az az világ szervezet a világnappal kapcsolatban egy közleményt adott ki, ami viszont nem túl derülátó, azt közölték, hogy emelkedik a nem diagnosztizált HIV fertőzöttek száma Európában, és a közös jelentésben az áll, hogy a jelenség oka a betegséget kiváltó vírussal kapcsolatban tovább élő társadalmi előítéletek és a megbélyegzés. 41 évvel ezelőtt fedezték fel ezt a vírust. Még mindig sokszor akadálya a félelem annak, hogy valaki elmenjen egy tesztelésre, vagy hogy ezt fölvállalja? Rendkívül nehéz megbecsülni, hogy mennyi olyan ember él egy országban, aki nem tudja magáról, hogy vírushordozó. A WHO arra gondolt, hogy az utóbbi években a koronavírus járvány visszaszorította a szűréseket. És hogyha nem szűrünk eleget, akkor valóban emelkedik. Azoknak az embereknek a száma, akik nem tudják, hogy ők vírusorzók. Viszont nagyon sok országban azért nem mennek el szűrése, mert félnek. Félnek a megbélyegzéstől, a stigmatizációtól, hogy elvesztik a munkahelyüket, a barátaikat, esetleg a családjuk kitagadja őket. És ilyen szempontból Magyarország is a hasonló országok közé tartozik, hiszen nálunk is a szerencsére alacsony eset szám miatt az emberek nem sokat tudnak a betegségről, és igenis félnek az étszesektől és a HIV-fertőzöttektől, holott tudni kell, hogy egy HIV-fertőzött, hogyha szabályosan szedi a gyógyszereit, akkor nem fertőz. Nem csak, hogy egészséges gyereke születhet, de szexuális úton nem fertőz meg másokat. Azaz az ő tekintetében vége a járványnak vége a fertőzés továbbterjedésének. Ha nagyon sok ember tudná magáról, hogy vírushordozó, akkor nem nőne Magyarországon az esetszám. Úgyhogy egyelőre nekünk is azt kell propagálni, hogy aki rizikócsoportba tartozik, aki úgy érzi, hogy megfertőződhetett, aki olyan szexuális életet él, minden évben egyszer legalább menjen ez szűrésre. Mi, mi, az oka annak, hogy a koronavírus ellen csak nem egy év alatt létrejött egy oltóanyag az AIDS és a hív fertőzés ellen, pedig még nincs engedélyezve? Ez egy nagyon bonyolult vírus. Ez a vírus beépül az emberi sejtnek a genomjába, beépíti magát, és onnan sokszorozza meg magát. Ez azt jelenti, hogy hihetetlenül nehéz ellene oltóanyagot létrehozni. A jó hír az, hogy a koronavírus ellen kifejlesztett MRNS technikával van már olyan oltóanyag, ami úgy tűnik, hogy sikeres lesz. Egyelőre Afrikában tesztelik, de bízunk benne, hogy a következő években, évtizedben meg lesz az Étszeleni oltóanyag is. A WHO célkitűzés, hogy 2030-ra megszüntessék az étszet, ehhez pedig a tesztelésekre kell járni terápiákat elfogadni. Szlávik Jánosnak köszönöm szépen, hogy itt volt, köszönöm és